Na. Szép lettem. De szépen süt a nap. No. Jó nap lesz, vagy rossz? Jó. Elhatároztam. Vagy majd kiderül? Hú, de jól trókodtam az elje. Bocs. Jó. Aki nem nézi a Baromi Family csatornát, az nem tudja úgyse, miről van szó. Na nézd meg. Rögtön jobban érzem magam, hogy megszabadultam itten fél kiló hajtó. Jó. Jó. Be van kapcsolja, már bekapcsoltam. Jó. Na. Tényleg bekapcsoltam. Csak még nem néztem bele. Jaj, ez a videó felment az éjjel. Majdnem elfelejtettem feltölteni az éjjel a videót. Megcsináltam szépen. El volt ide rakva, ugye éjjel szoktam feltölteni. Azt lefekszek nagyba az ágyba, mindent lekapcsolom, mindent olvasok. Szóval majdnem elaludtam olyan fél kettő körül, mikor eszembe jutott, hogy a videó meg még nincs feltöltve. Na! Fölvíratta nagy nap, na. Péter Mórik, boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Kívánok sok boldogságot, egészséget, hosszú életet, kb. Még háromszor ennyit. Na, az jó lesz, tehát ez a minimum, ugye? A 120 pénzt és mindent. Pénz is jó, ami jó, és örömet okoz neked, mert szeretjük, ha mosolyogsz. Kívánom, hogy a legnagyobb álmaid, svágyaid váljanak valóságá a mai napon, na meg persze a többi is, légy mindig boldog, és ne hagyd, hogy mások lelombozzanak. Főleg ma, hiszen ez a nap csak is rólad szól, ezért légy egy kicsit önző. Nem is húzom tovább az időt, még egyszer boldog születésnapot, üdvözlete szeretettel, Morik Péter. Aztán nem túlzásba vinni a mulatást, hát azért szolidan vigadunk. Főleg, hogy hónapra lesz a buli beígérve, ugye Bálint nap, és lesz egy koncert. Barátok, zenész cimborák lépnek fel, és akkor na, majd ott nem tudom, mi lesz, hogy összetudunk-e jönni egy kicsit, mit tudom én, egy kis tortára, vagy valamire, mert amúgy nem nagyon piálnak nekem a haverok se, tehát úgy. Most az, hogy vegyek egy üveg pezsgőt, de én nem kocintok velük, mert én nem iszok, akkor van másik cimbora, ugye ő se iszik, mert nem. Tehát... Ja. Igen. Mi a hír? A HDD-ről vettéset a kábelt. Nem vettem még kábelt, mert azóta még nem jutottam el odáig. Egyébként azóta semmi gondja nem volt a Winchesternek, de mindenképpen be van tervezve egy kábel vásárlás, egy kábel csere. Nem tudom, lehet, hogy csak ideiglenesen hűült meg a Sentinel. Azóta nem történt semmi, tehát itt is látszik a grafikonon, hogy ez 7-én volt, ez az anomália, amikor itten leesett 0%-ra így a kondíció, de azóta 100%-os minden, tehát nincs benne semmi olyan. A smart adatok is, ugye itt a 8-as
volt kritikus, ez a Seek Time Performance, és most ez is teljesen szépen zöld minden, úgyhogy nincs semmi. Úgyhogy egyelőre még azért nem jutottam odáig, de ilyen szép idő van, és szerintem még máma ki fogok menni a PC-kernelbe, és akkor veszek egy kábelt, mert mindenféleképpen nem árt, hogyha itthon van tartalékban a... Jó, nézzük a Facebookot. Hét üzenet és 21 komment. Jó. Net Angel, boldog születésnapot kíván. Oké. Hát nem fogom mindenkinek egyesével megköszönni, de van, akinek igen. Tehát... ha mondnak ezek a matricák. Mindenkinek másképp fogom. Thank you, gracias, merci, danke. Mi van itt? Made my day. Jó. Szia Tomi, jók a videóid, gratulálok hozzájuk. Sokat végignéztem már, de még van hátra néhány. Sok sikert a továbbiakban is, és több egészséget. Kajára látom, odafigyelsz. Egyél sok halat, borjú, húst, rizset, stb. Ezek a bolti csirkék elég ganék. Egyébként küldtem requestet, YouTube-ra, csatornádra feliratkoztam. Üdv. Az nem tudom, mit jelent ez a request küldés. Felkérés? De mind? Hol? Borjú húst azt nem szoktam, mert nem tudom elkészíteni a marha húst, tehát én utoljára, amikor főztem mindig a marhahús, nekem mindig olyan lett, mint a cipőtap. Tehát az, akárhogy főzöm, az mindig olyan, mint a, de komolyan mondom, mint a gumi meg a cipőtap. A disznót meg a csirkét, azt tudom, hogy kell megfőzni, én a marhát nem tudom meg ilyet, hogy borjú, pedig az íze véget úgy nem lenne rossz, szeretném, de tényleg halovány lövésem sincs, hogy mitől, meg hogy kell. Azt főződő sem a marhát nézem ezekbe a, hogy hívják ezt a faszit, aki falt fel Amerikát, felfalt Amerikát. Adam Savage. Nem, na, tudjátok, a spektrumon van neki ez a sorozata. És tehát ott is ugye, hogy fogják ezt a marhaszegyet ezekbe a kajáldákba, azt akkor oda van rakva 12 órára főni. Hát azért olyan gazdag nem vagyok, hogy 12 óráig főzőcskézzem a marha húst, úgyhogy Szalmás László, sok boldog szülinapot. Köszke meg, Claude. Vannak olyanok, ugye, akikkel szinte soha nem beszélünk, de azért most boldogat. Na, matricázunk, mert látom, a matricával könnyű megoldani azért. Mégse olyan személytelen, mint amikor majd, hát majd a nap végén gondolom ki fogom írni, hogy mindenkinek nagyon szépen megköszönöm, akik köszöntöttek. Anyám küldött egy videót, azt majd megnézzük. Egyesi Attila, boldog születésnapot. Köszi. Danke. Németül küldjük. Grácia. Mindegy az. Egyet. Na. Varga Dedi, boldogságos szülinapcsikát. Joda éltessen, bújjék. Nagy Jedi. Egyébként.
Igen, és erről is felköszöntött. Ő is kap egy matricát. Milyen matricát adjak neked, Error? Melyiket szereted jobban, a madarasat vagy a cicásat? Na. Ez milyen nyelve van, nem is tudom. Na. Akkor egy madarast. Csak hogy be legyen osztva. Kinek, kinek érdeme szerint. Na jó, akkor ez megvan. Nézzük, hogy milyen értesítők vannak még itt ugye. Ez a holnapi bulira az airportba. Fekete bárányok. Koncert. Holnap este buli van a kikötőben, ott leszek, ott leszek. Hányan leszünk ott? 104 ember ott lesz. Jó. Na, ez lesz az a buli, úgyhogy majd. Ja, ennek a fiúnak nem válaszolok már itt a szkeptikus társaság csoportban, mert ez nagyon szétrókodta tegnap az egyik topikot. Aztán. Jó. Mit akartam még? Itt volt egy... Valaki azt írja, hogy... Na, a nevét nem mutatjuk. Szia Tamás, kérlek, ne haragudj, ha megsértelek a tegezéssel. Nem sértettek meg a tegezéssel. Mert tudom, hogy egy néhány évvel idősebb vagy nálam. Nem az számít, figyeljetek, mert a tegezésnél ugye, mivel udvariassági formula elsősorban nem az számít, hogy ki hány éves. Hogyha normálisan tisztelettel szólsz a másikhoz, akkor minden további nélkül helye van a tegezésnek. Tehát, izé is letegez, a gyerek is letegez, nem? Két éves gyerek is letegez, meg az 5 éves gyerek is letegez. Azt nem akadunk fenn rajta, hogy miért tegez le. Hát nem tudom, hogy beolvashatom-e a nevedet, úgyhogy inkább nem olvasom. Engem hívnak, és egy olyan pillanatomban írok neked, amikor azt érzem, hogy érdemesnek tartom magam arra, hogy egy pár szót váltsunk, vagy írjak neked. Én Németországban orvosként dolgozó, erdélyi származású, magyar anyanyelvű személy vagyok, akinek, mint mindenkinek, átlagos magán és közéleti problémái vannak. Azzal szándékkal kerestelek fel téged, mert látom az elképzeléseidben azt a harmóniát, amivel azonosulni tudnék. Az előbb írtam Péternek is miért, ilyen gondolom Hörbinek akkor, mert szeretném veletek felvenni a kapcsolatot, és elbeszélgetni ügyes-bajos dolgainkról, akármilyebben is. Ha érdekelnek a témáim, véleményeim, dolgaim, amiket csak veletek szeretnék megbeszélni, mert titeket értelmes egyének gondolok, kérlek nyugodtan ír választ. Bocsánat, a német stílusért, de megszoktam. Ebben mi volt a német stílus? Jó, van ez. Teljesen jó. Üdvözlettel. ML, Detmond, Németország. Na. Én nyitott vagyok bármilyen beszélgetésre. Nekem írhatsz. Egyébként én megengedem, hogy írjál, és akkor ha olyan, nem tudom, olyan megbeszélni valód van, akkor akár videón is lehet velem beszélni, tehát nem zárkózom el az ilyen dolgoktól. Úgyhogy bátran. Érjál. Petit nem tudom neked garantálni, mert én más nevében nem szoktam beszélni, meg ővel én se vagyok ilyen bratyiba, tehát na. Múltkor bejött a live-ba, nagyon rendes volt tőle, örültem neki, de azért én őt nem háborgatom. Ő meg tudod, hogy vagy válaszol e-mailre, vagy nem, tehát na. Nem lett túl rövid a séra olyan.
A filmkilleres fejem lett, hely. Nem. Ne csináld már, hogy azt emlegeted, fiam. Hát, figyelj, igen. Hát mi őt is szeretjük. Na, fiam. Így van, jó. Ma meg különösen szeretünk mindenkit. Persze. Na. Főleg magunkat. Tegyed oda a kamerát. Most következik a nagy nap. Na. Szülinapi beköszöntő, figyelj már ide. Hát gyermekem, hát találjál már. Most mi magad, anya. Figyelj csak ide. 40. születésnapod. Most következik a torta unboxing, mert tortát hoztam. Ó, hát olyan nagy. Igen. Igen. Figyelj ide. Figyelj ide. Most bocsássa meg nekem mindenki, hogyha közben elérzékenyüled, vénasszony. De te tudod, hogy ez nem egy egyszerű nap. Meg nem az, hogy ez egy milyen kerek számosszám. Hip-hip hurrá. Mert hogy itt van a lényeg. Vedd el azt? Vedd el azt, hogy itt van a lényeg? Yeah. Ebbe a 40 évbe, gyerekem, benne van az a történet, hogy majdnem 5-ször haltál meg, és nem azt mondták az orvosok, hogy ezt nem éred meg. Na. Tetszen látni? Milyen vagyok? Egy, bejegyek két. A jó kis süni, friss, frizura, szülinapi. Ja. Így van. Na. Vagy nagyszerű. Figyelj csak ide. Ha lementek a klubba, meg ha zenétek... Nem a klubba megyünk, már kétszer mondta. Na, nézd, már bele is nyújtam. Nem baj. Na, amikor félkézzel kamerálni. Mindegy, mert figyelj ide. Na, hogyha lent zenélnek, úgyis lent leszel, és akkor úgy gondoltam, hogy leviszem, és akkor mindenki egy falatot eszik belőle jelképesen. Szökkel van persze, vannos, persze, fel fogom vágni majd, addig itt lesz a hűtőbe, és akkor... De szép nem volt szülinapi tortám. Figyelj sose. Csak ide! Na most hadd áruljalak el, hogy te milyen egy anyagias ember vagy. Te... Úgy képzeld el, hogy te én nekem semmi fájdalmat nem okoztál már a világra jöveteleddel sem. Lehet, te már ezt tudod biztos. Bent, te egy fél óra alatt megszülettél, mire apád meg felocsudott, egy cigit nem bírt elszívni, már te megvoltál, ami azt jelenti, hogy a világnak olyan különleges gyermeke vagy, hogy még a születéseddel se okoztál anyádnak kínzó fájdalmakat, olyan gyorsan megszülettél. Ez az egyik dolog. Igyekeztem. Ez az egyik dolog, hogy már és én hiszek abba, hogy te ilyen gyorsan megszülettél, hogy nem okoztál fájdalmat, és nem okoztál fájdalmat nekem. Elmondhatom, ezt most mondom meg neked szemedbe a 40 éves születésnapodon, hogy nekem se csalódás, se fájdalmat soha nem okoztál. Akármilyen voltál fiatalkorodban, az az időszak. Te akkor is tisztességgel viselkedtél, és tudtad magad kontrollálni. Na, a másik dolog az, hogy milyen anyagias voltál? Hát igen. Pontosan aznap születtél meg, mikor édesapád hozta haza a fizetést. Hát most szép. Tehát, látod, ez is be van időzítve, ugye, hogy 13. nyugdíj után egy nappal. Pontosan. Na de akkor még nem volt olyan, hogy szólunk a doktor úrnak, hogy na most kell megszülessél. Egy nap ide vagy oda nem számít. Tehát akkor még nem volt technika, csak az anyád csicsája, ami rendelkezésemre állt. És akkor... Apád teletem egy zsebbel, tudod, az a nagy mani, valamit akkor fizetés volt, és akkor jött, ugye szóltak neki, hogy jöjjön már haza, jó ember, mert a felesége már mindjárt itt van a fia. És így. Ennyi. És látod, emlékezzél vissza rá, hogy mennyit beszélgettünk. Emlékszel vissza arra, hogy mi már egymást eltemettük? Emlékszel rá?
nem emlékszel rá, mert olyan súlyos beteg voltál, meg olyan depressziós voltál, hogy mi ezt mind lecsekkoltuk egymás között, hogy ha én, ha te, akkor így legyen, meg úgy legyen, de erre ja, persze. Ki. Persze. Tehát ezen mi már túl vagyunk. Tehát ezen is túl vagyunk. Nekünk már nem kell semmitől félni, mert mi évekkel előre gondolkodunk. És fiam, amit te beletettél ebbe az elmúlt 8-10 évbe, hát annak csak gratulálni tudok. És tudod, büszke vagyok rád. Büszke vagyok rád, nekem az egész életemnek ez, hogy ember próbáltál maradni mindig. És figyelj, annak meg nagyon örülök, hogy holnap meg pont a haverjai fognak zenélni, és akkor pont Valentin nap lesz. Ugye Valentin napot se tartunk amúgy, mert úgy. Hát, mert nem vagyunk Valentinok. Igen. Na, nincs a családban Valentin. A másik dolog meg tényleg az igazsághoz tartozik, hogy sose csináltunk pucparádét a születésnek. Hát nem, mert most... Megköszöntöttük egymást, jó? Rendben van. Egyébként 18 éves voltál akkor, amikor erre nem tudom, hogy emlékszel-e már, de akkor kaptál egy olyan tortát, ugye még akkor benne voltál a zenész életben, még az elején, és egy ilyen stilizált gitár volt. Tortára már nem emlékszek. De igen, akkor volt, és mert ugye a 18 év az ugye a felnőtté válás, és akkor egy ilyen stilizált gitár volt rajta, úgy csináltattam meg. Hát ugye a tortákról is annyit, hogy még akkor nem voltak ilyen díszes torták meg egyebek. Ez volt a legegyszerűbb, ez a fatörzs-szerű dolog, mondom egy férfinak, meg fiúknak ott a... Csoki? Igen, igen, hát meg habos krémes, tehát ez valami, szerintem ez meg fog felelni. Úgyhogy betesszük a hűtőbe, jó. És akkor, fiam, te nem az, hogy meghaltál, hanem újjá születtél. És ebben nagyon sok minden benne van. Te most megtaláltad az utadat, felépítetted önmagadat, egy sokkal minőségibb embert építettél. A magad erejéből, fiam! A magad erejéből. Jó, ne tarts már szónoklatot itt. De szónoklatot tartok, mert tudod, mikor fogok szónokolni? Majd 100 éves koromban. Tudod mikor? Majd mikor én leszek 100 éves, kíváncsi vagyok, 100 évig akarok élni. A polgármestert meg az összes pucparádét odahivatom, kibérelem a sportcsarnokot, azt így fog engem toligálni a tolókosihoz, akkor fogok neked is egy szónoklatot tartani. Na, szeva! Imádlak! Na, oké, szevasz. Az ünneplést berekeztem, elteszem a hűtőbe, és akkor majd én szépen úgy megcsinálom. Egy vizes késsel fel lehet. Persze, meleg vizes. Gyertyát vedd le róla, nem fog beférni a dobozba. Igen. Már csak azért, ugye, mert én nem falhatom fel egyedül ezt az egész tortát, meg különben is. Na. Újabb merénylet? No. Döglovásolom, fel kéne újítani az egész lakást. Boldog születésnapot, Turi Tamás. Legalább rímel. De most nem vagyok dögrováson, de köszönöm szépen. Neked is külön. Jó. Támba Zsolti, ne haragudj már az éjszakai trollkodásért, csak az olyan jó kijött. Nem volt az igazi trollkodás. Csak egy kicsike. Kedves testvérkémnek, Szuri Tamásnak szülinapi alkalmával, Beatrice születésnapodra. Jó, tényleg az új kezőkön 40 éves lettem én.
No. Majd este szerintem mindenkinek megköszönöm külön egy hozzászólásba. De erre nyomunk egy matricát. Made my day. Ezt nem játszom most le, mert copyrightost nem játszunk le YouTube videóba. Akkor nem csinálsz róla még egy fotót? Mire? Csak így a tortádról. Fotót? Fotót? Nem. Mielőtt. Így pont jól lesz. Na. Izékének is. Vízezetke is, vagy nem tudom. Mindjárt majd én csinálom. Most tudom, én nem ettem tortát. Már az idejét sem tudom, mikor ettem, hogy jár egy kis tortát. Gyertya. Jó van. Ez az élet, babucsai néni. Köszi. No. Egészségetekre. Ez ilyen fatörs. Jóta. Anni. Fatörs. Ebben több a krém, mint a... A piskóta. Mint a piskóta. Hát azért volta, hogy... Igen. Most érted, most hogy vigyem le a kocsmába a tortát, tehát se feltállalni nem tudom senkinek. Érted, se kis tányér, se villa. Hát, hogy lehet ezt megenni? Na jó, feljön valaki, akkor megkínáljon. Sipostolva? Nem lesz tán sok neked ez a hab, meg ez a krém, ah, nem? Nem. Nem leszem úgy se egész nap a zsírokat. Akkor nem, ezekkel nem bőlt többet. Persze. Érdekes, mikor piás voltam. Milyen szinten nem ettem az édességet. Emlékszel? Igen. Semmit. Hát mert az alkoholban van cukor. Nem? Hát nem tudom. Teljesen más volt az ízlés. Igen. Semmilyen süteményt én meg nem ettem. Csak a sósokat. Na, meg jó, fagyit, ilyen krémet, azt igen, de úgy más nem. Na. 40 év megvolt már, csak még egyszer ennyi van hátra, aztán
be lehet feküdni a fejedbe. Na? De hogy fekszünk? De ahonnan? Porhintés lesz. Tudom, milyen jó fogunk ott nyújtózkodni. Tudom, milyen jó fogunk ott nyújtózkodni a fejedbe. Semmi dolgunk nem lesz. Addigra kiolvasom az összes könyvet, ami érdekel. Azt leszarod. Mi? Hát már utána már nem fogom bánni, hogyha már, már mindent elolvastam, mindent megnéztem, ami érdekel. Igen, hát. De tényleg, ha nálunk porhintés lesz. Nem bizéke. Nem, henterdünk. Jaj, mint az izé. A műsorvezető, nem is tudom már melyik volt. Ó, de kaján egy izé humorra, amikor micsodát Orbánt legeciszte. Simicska azt mondja, hogy az egyik betelefonáló, hogy ez ilyen figyelemelterelés, azt mondja, ha most Galla Miklóssal élnék, akkor azt mondanám, hogy ez csak porhintés. Mármint, ja. Hogy a gecizés az porhintés. Ja. Még az öreg is olyan jobb nevetett rajta, azt mondja, hát ez por. Ez porzik, biztos. Ja. Torta jó volt. Mit fogunk ma este nézni a tévében? Izé, Jensen Button különös élete. Ó, az a Winchester, te fény. Mindig ide kell dugni alulra. USB 3-os. Másik szlotban nem is működik, csak itt hát.